Jó estét kívánok! Önök a TV Ajka híradóját látják április 23-án szerdán. Nézzük legfontosabb híreinket néhány mondatban. Munkával ünnepelték Ajkán a bölcsödék napját. Somlói bor elismerése Franciaországban. Újabb gubanc a vörösi szapperben. A bölcsödék napján az Ajka városi bölcsödében is folytatódott a szokásos bölcsödei ellátás, nyilatkozta műsorunknak az intézmény vezetője, Hartinger Rezsőné. A vonatkozó miniszteri rendelet 2013. júliusi módosítása értelmében a bölcsödék napjáról országszerte nevelés-gondozás nélküli munkanappal emlékeztek meg a bölcsödék többségében, amelyet a dolgozók szakmai fejlesztésével töltöttek. Mivel idén április 21-ére, húsvét hétfőre, munkaszüneti napra esett, a bölcsödék napját a legközelebbi munkanapon kedden tartották. A jogszabály azt is kimondja, hogy a nevelés-gondozás nélküli munkanapon, igény esetén a bölcsödei ellátás keretében a gyermek felügyeletét és étkezését biztosítani kell. Ezt Ajkán a város egyetlen bölcsödéje csak a rendes munkanapok medrében tudta teljesíteni. Akik nem dolgoztak kicsi gyerekek között, gyakran azt gondolják, milyen könnyű dolguk van a bölcsödei gondozónőknek, hiszen egész nap csak játszanak a gyerekekkel. Azonban a munkájuk korántsem ennyire egyszerű. A számtalan szépsége mellett fárasztó és felelősségteljes hivatás. A gondozónő nem csak felügyel a rábízott gyermekekre, hanem gondozza és neveli őket. Biztosítja számukra a harmonikus testi, szellemi és szociális fejlődés lehetőségét, feltételeit. Az anyát nem pótolja, hanem helyettesíti. A gondozónői hivatás igen komoly felkészültséget kíván meg, mert a gondozónő a legérzékenyebb, a legtöbb törődést, szeretetet, dédelgetést igénylő korosztályt neveli. A gondozónők a gondozási ismeretek mellett gyermeknevelési, lélektani, egészségügyi, zenei felkészültséggel is rendelkeznek. A csecsemő és gyermekgondozónői oklevél érettségi után szerezhető meg. Az ajkai városi bölcsöde gondozónői a napi munka mellett külön térítés nélkül végzik a Szentgyörgyi Albert Szakközépiskola, szakiskola és kollégium nappali és levelező tagozatos diákjainak gyakorlati képzését, szakmai felkészítését is. Az ajkai bölcsöde a 2012-ben megtörtént fejlesztésnek köszönhetően 98 férőhelyesre bővült, teljes létszámmal működik jelentkezés most is akad, néhány férőhelyre még most is szükség lenne. A visszajelzésekből az derül ki, hogy a szülők többsége elégedett a szakmai munkával. Az intézménybe a gyermekeket 27-es kortól 3 éves korig veszik fel. A Városi Bölcsöde elsősorban az önkormányzat működési területén lakó, dolgozók gyermekei számára biztosítja szolgáltatásait, de lehetőség van a gyes mellett nappali tagozaton tanuló szülők gyermekeinek felvételére is. Minden eddiginél nagyobb magyar elismerés született a legrangosabb nemzetközi borversenyen, a bordói du A több mint 5000 borral induló 38 országbeli borászok közül a magyarok sikere azért is kiemelkedő, mert az indított borok számához képest borászaink rendkívül magas arányban szereztek érmeket különösen szívet melengető ez az eredmény, ha figyelembe vesszük, hogy ez a legrégebbi és az egyik legnagyobb nemzetközi borverseny a világon, ahol 5 évvel ezelőtt még csak egy bronzérmet sikerült elérnünk. Megyénkből a somlói tornai pincészet borait díjazták. Aranyérmet kapott a 2011-es évjáratú apátsági furmint, míg a 2011-es évjáratú Ufark bronzérmet. A gyakran előforduló turista balesetek speciális mentési technikáit gyakorolták, a Veszprém megyei kutatómentőszolgálat tagjai a hajaktetőn. Tetőn, mentőkutyákkal felszerelve sérülteket kerestek a sziklás erdős területen, akiket aztán speciális hordágyon mentettek ki. A mentők között ajkaiak is vannak. Területkutatást gyakoroljuk, hogyha területen erdős területeken tűnnek el a személyek, akkor ennek a feltételezését próbáltuk meg így imitálni, és hát még folytatjuk tovább is így a területen. A nemzetközi vizsgára rendelkező mentőkutyák dolgoznak, valamint a kollégáim, a Veszprém egy szolgálat csapatának a tagjai, és akkor sziklás területekről a sérülteket speciális hordát segítségével lehozni, valamint ilyen szépen kizöldelt, bozótos erdős részeken igen nehéz megtalálni, hogyha mondjuk valaki már esetleg eszméletlen is elfekszik. Hát azt gyakoroljuk a leginkább, hogy ugye láncba felállunk, és akkor csoportosan átfésülni az egész megadott területet, amit utána egy adott részre mi le tudunk szükíteni, és egy térképen be tudjuk jelölni, hogy ezt a részt mi átnéztük innentől kezdve azt másnak nem kell átnéznie, így sokkal jobban fel lehet gyorsítani a dolgokat. Mai napon nyolcan vagyunk, két kutya van, egy mentőkutya dolgozik, a másik majd tartalékban van állítva, tehát hogyha esetlegesen valami sérülés adódna, ne talán talán, és a személyek pedig van egy csoportvezetőjük, aki koordinálja a lánc mozgását, úgymond, hogy ne veszítsük el a lánc formáját a dolgoknak. Húsvéti délutánra hívták április 19-én szombaton a gyerekeket a Padrakuti Művelődési Házba. A mai délután fél kor kezdődött, tojásfestéssel vártuk a gyerekeket, különböző technikákat ö, próbálhattak ki, így a márványozás, filztollal festettek tojást, dekopás technikát használhattak, és kifestők is várták őket, és rajzolgathattak is. Az Ajkai Kézműves Egyesület két tagja, Lászlóni Horváth Éva és Szilinyi Né Betty segített nekünk, ők padrakútiak, és minden rendezvényünket segítik ö, azzal, hogy a gyerekeknek különböző foglalkozásokat tartanak. A kézműves foglalkozás után színházzal is készültek. Igen, igen, gyerekszínházzal várjuk még a gyerekeket. A Pápai Bab színpad a Tücsök a hangja és a többiek című mesejátékával készül a gyerekeknek. A Paci panellakó civilek szabadidős programsorozatának keretében játékos tekeversenyre került sor április 18-án. A helyszín a verseny ifjúság futó utcai játszótér volt, ahol a járdán krétával felrajzolt pályákon mindenki kipróbálhatta ügyességét. Külön felnőtt pálya, gyerekpálya került kijelölésre, és lengőteke is rendelkezésre állt a vállalkozó kedvűek részére. A bábuk készítésében a versenyzők is részt vettek, mivel azok üdítős flakon felhasználásával készültek. A megfelelő mennyiségű üdítő elfogyasztása után már is indulhatott a játék. A program lebonyolítását Szilaj Varga Attila, az Ajkai térsége civil szervezetek szövetségének sportfelelőse vállalta. Attila egyéni ötletével szabadtéri körülmények közé helyezve népszerűsítette a sportágat, mivel a nagyértékű ajkai pálya amatőr szinten nem biztosíthatja a sportolási lehetőséget. A rendezvény sikerét a több mint 50 fős részvétel is bizonyítja, így szeptemberben újra várnak minden régi és új tekést a második fordulóra. A rendezvényen önkéntesek is segítséget nyújtottak. Kocsis József, Jerkó Kálmán, Ládi János és Ibránszki Péter munkáját megköszönjük. Az őszi forduló sikeres lebonyolításához kérjük a város civil családjainak részvételét. Szeptemberben találkozunk. Az Ajkai Képzőművészeti Egyesület tagjainak nyílt kiállítása a múlt héten a Tapolcai Tamási művelődési Központban. A megnyitón résztvevő alkotókat Bognár Ferenc az intézmény vezetője köszöntötte szólt arról, hogy az ajkai csoport tagjai a közelmúltban látták vendégül a tapolcai képzőművészkört az ajkai tárlaton, most pedig az itteniek viszonozhatják a vendéglátást. Hangsúlyozta a művészek találkozásának tapasztalat cseréjének fontosságát, és gratulált a bemutatóhoz. A tárlatot Bábics Valéria, az Ajkai Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont igazgatója nyitotta meg, méltatva a kiállítás anyagát, az alkotók munkáját. Mint elmondta, a 18 éves egyesület megélt már szép sikereket, 18 tagja között festők, fafaragók, szobrászok alkotnak. Az egyesület tevékenysége sokrétű. Megtalálható a repertoárban akvarel, akril, sejem, grafika, színes monotípia, hagyományos olajfestés, szobrászat és fafaragás. Eddig számos ajkai, megyei, országos és nemzetközi kiállításon öregbítették a város hírnevét. Csoportos kiállítások mellett számos egyéni bemutatkozást is felmutathatnak. Alkotnak nyári táborokban, kapcsolatot ápolnak a testvérvárosok művészi csoportjaival. Csütörtök óta a tapolcai tavasbarlang ismét fogadja látogatóit. A látogatóközpont átépítése miatt a barlang csökkentett belépőjegy megvásárlásával várja látogatóit. A központ előreláthatólag nyár végén nyitja meg kapuit. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a tapolcai tavasbarlangnál a föld alatti világ titkait bemutató látogatóközpont megvalósítására közel 300 millió forint uniós támogatást nyert a turisztikai szolgáltatások fejlesztése című pályázat kiíráson az új Széchenyi Terv keretében. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési alaptárs finanszírozásával valósul meg. Az igazgatóság célkitűzése egy olyan látogatóközpont létesítése, amely a nemzetközi szinten is egyedülálló tapolcai tavasbarlangra épül. A látogatóközpont egyben a 2012. szeptemberében az UNESCO által támogatott globális geoparkok hálózata tagságát is elnyert, az igazgatóság által irányított Bakkony-Balaton geopark nyugati kapujának szerepét is be fogja tölteni. Fontos, hogy az iskola rendszeren kívül is egyre jobban népszerűsítse a barlangok világát. Az új látogatóközpont egy tudományos színvonalú, ugyanakkor korszerűen szórakoztató ismeretterjesztésre épülő turisztikai bemutatóhely kialakításával, a barlangászat tematikájára épülő interaktív kiállítással, valamint 3D-s mozival várja látogatóit. A veszprémi törvényszék büntető tanácsa legutóbbi tárgyalásán környezetvédelmi szakértőt hallgatott meg. A szakértőt a nemzeti nyomozó iroda rendelte ki. Feladata az volt, hogy értékelje a vörösi szakkatasztrófa következtében a természeti környezet milyen mértékben károsodott. Meg kellett állapítania a marcal és a tornapatak halpusztulását pontosabban annak mértékét, valamint válaszolnia kellett arra a kérdésre, vajon regenerálódott-e a két patak élővilága a katasztrófát követő csak nem egy év elteltével. A nyomozás során készült vélemény azonban olyan témákat is érintett, amelyekhez egy környezetvédelmi szakértőnek nincs, és értelemszerűen nem is lehet semmiféle szakmai ismerete. Ebből következően véleményt sem alkothat olyan kérdésekben, amelyek nem az ő szakterületéhez tartoznak. Ha egy környezetszakértői véleményben például az szerepel, hogy emberi mulasztások teremtették meg a gátszakadás feltételeit, akkor ott valami nem kerek, fogalmazta meg véleményét blogjában Sándor Zsuzsa jogász. A szakértő elmondta, hogy a nyomozóhatóság hogyan befolyásolta az általa készített vélemény tartalmát. Utalt arra, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda kézi irányítása alatt kellett dolgoznia, számos e-mailt kapott, hogy hogyan és mit csináljon, mi több előre be kellett mutatnia az általa írtakat a nyomozóknak. Mindezek következtében a szakértő a tárgyaláson arra az elhatározásra jutott, hogy saját maga kérje kizárását az eljárásból. Egy szakértő természetesen nem kérheti a saját kizárását, erre a büntető eljárás szabályai nem adnak lehetőséget. A korrekt és határozott Szabó Györgyi által vezetett büntetőtanács a tárgyaláson elhangzottak alapján helyt adott az indítványoknak, és a szakértőt elfogultsági okra hivatkozva kizárta a büntető eljárásból. Az ügyész a bíróság végzését megfellebbezte, így az nem jogerős. Mai híradónk végén megköszönöm figyelmüket. Friss híreinket az ajka.ma weboldalon olvashatják. Legközelebb híradóval péntek este 7 órakor várjuk Önöket. A folytatásban tekintsék meg időjárás jelentésünket is. A viszontlátásra! Csütörtökön is folytatódik a változékony idő, záporok, zivatarok ismét előfordulhatnak több felé az országban. Az enyhe hajnalt követően ismét 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Pénteken többfelé, szombaton kevesebb helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Többfelé pár fokkal visszaeshet a hőmérséklet, időnként pedig a szél is élénk lehet. A hajnalok továbbra is enyhék lesznek.